Fizikális vizsgálat az egyik legfontosabb vizsgálat, ugyanis ez alapján, ha vannak klinikai tünetek, a képalkotó eljárásokkal kapott leleteket össze tudom boronálni. Igen ám, de nagyon sok esetben, amikor már klinikai tünet jelentkezik, és a képalkotó eljárással történt vizsgálat megtörténik, már el vagyunk késve, például olyan beavatkozásokkal, amivel az állat jövőjét fogom tudni megváltoztatni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha egy ízület tönkre megy, az heveny fájdalommal jár. Vannak olyan ízületek, amiknél, ha én beavatkozok, tudok változtatni úgy a jelenen, hogy a műtét után a kutya már nem fog sántítani, és hogyha ez egy adott ízület, ami tud valamilyen mértékben regenerálódni, és nem fogja az állat életét jelentősen befolyásolni, akkor én a kutyának a jövőjét is fogom tudni befolyásolni ezáltal a műtéti beavatkozással, ami azt jelenti, hogy ezzel a műtéttel elmúlt a heveny fájdalom, és tudom azt, hogy ennek a kutyának az az ízülete nem fog tönkre menni. Na, a könyök az nem ilyen. A könyökkel, ha már elváltozás van, és a kutya fájdalmat mutat és sánta, akkor én a jelent fogom tudni valamilyen mértékben befolyásolni, ami annyit jelent, hogy az elváltozott területet eltávolítom, letört végeket kidobom, ízületet fölfrissítem, föltisztítom, a kutyánál a heveny fájdalmat ezáltal csillapítani fogom. A jövőben olyan mértékű változást nem fogok tudni előidézni, hogy ez az ízület ne menjen tönkre. Ez az ízület tönkre fog menni. Egy dolgot fogok tudni elérni, hogy egy év alatt, vagy 10 év alatt fog teljes mértékben tönkre menni. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Nagyon sok esetben a sántaság nélküli klinikai tüneteket nem mutató állatnál meg kell csinálnunk a radiológiai vizsgálatokat. Ez nem szűrés, hanem ez egy állapot felmérő vizsgálat. Most egy kutyán szeretném bemutatni a sántaság, illetve a nem sántasággal kapcsolatos radiológiai elváltozásokat. A kutya az bal végtag sántasággal érkezett meg a rendelőnkbe, és már sajnos 2 hónapja volt sánta. Az a probléma, hogy ez a kutya 7-8 hónapos most már, és olyan elváltozások következtek be nagyjából már 5 hónapos korba, hogy ha megnézzük a röntgen fölvételt ezen a területen, itt látszik egy vonalka, és itt látszódik egy képlet. Ha én erre most ránagyítok, itt van a vonal, és itt van a levált darab picibe, és itt van egy hatalmas letört csontdarab. Vagyis ennek a kutyának egy könyökizületi diszpláziája van. Elvégeztük a végtagnak a másik irányú röntgen fölvételét. Itt van egy vonal, ami már a törést mutatja. Itt nem tudok végigvezetni egy vonalat, ami élettani körülmények között itt kéne lenni. Ez a vonalnak a lefutása is erősen aggályos, vagyis azt lehet mondani, hogy ennek a könyöknek már egy komoly csontos átépülése bekövetkezett. Ez már nem fog visszalakulni. Ez a kutya annyira sánta volt már 2 hónapja, hogy nem tudta a végtagot terhelni. Na igen ám, de a másik végtag egyáltalán nem volt sánta. És akkor vegyük úgy, hogy bejön hozzánk egy sántaságot nem mutató kutya. Ezt a végtagot én megtekertem ugyanúgy, mint a bal oldalt. A jobb oldalt megtekertük, megnyomtuk, semmiféle fájdalmat nem tudtam a kutyánál kiváltani. Elvégeztük a röntgenfölvételt szemből, azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon szétnek tűnik a belső oldal, nincsen leválás, de mégiscsak hopp, ha ránagyítunk, itt mégiscsak sejlik valami vonal, hogy ajajajajaj, lehet, hogy itt valamilyen elváltozás van. Elvégeztük az oldalirányú fölvételét a könyöknek, és amint látjuk, ez a vonal, aminek szépen föl kellene jönni, nem jön föl, ez a vonal, aminek folyamatosan kéne rajzolódni, nem folyamatos, icipicikét letér, vagyis ebben a könyökben is már elindult egy folyamat, nagyjából azt nem mondanám, hogy már letört, de ez a könyök is tönkre fog menni. Mi az érdekes ezzel az egésszel, amit most mondani akartam, az, hogy ez a könyök
ez egyáltalán nem mutatott sántaságot a kutya életében, soha. De 7 hónapos elmúlt, így nagyon sok műtéti beavatkozást már nem tudunk megtenni. Így hát nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog volna az, hogy nem csak akkor megnézni a kutyának az ízületeit, amikor már sántaság jelentkezik, vagy mint egy könyökízületi diszplázia szűrést megcsinálni egy másfél évesen a csípőízületi diszpláziát, mert akkor már megint a probléma után loholunk, hogyha én megvártam azt az időintervallumot, hogy ennek az ízületnek a tönkremenetele bekövetkezzen. Értelemszerűen egy tenyészkutyának, hogyha a könyöke már most hibás, és meg kell csinálnunk a műtétet, hát ott már egyértelműen látszódni fog egy szűrővizsgálat alkalmával, hogy ez a kutya tenyésztésre nem fog kerülni. Viszont a kutyának az élettartamát, az életminőségét jelentősen befolyásoltam már fél éves korában.